Lakhatási információs tábla is jelzi, hogy csak nyitvatartási időben használható Szekszárd két köztéri műfüves futballpályája. Az önkormányzatnál azért döntöttek úgy, hogy esténként bezárják a Zöldkert és a Béri Balog utcai létesítményeket, valamint házirendet helyeznek el a területek kerítésén, mert az utóbbi hónapokban többször is megrongálták azokat. Sok lakossági panasz érkezett be a polgármesteri hivatalhoz a pályák nem rendeltetésszerű használata miatt. Itt elsősorban a zajt kifogásolták a lakók, illetve azt, hogy nem a megfelelő korosztály használja ezeket a pályákat. A pályák ugyanis kifejezetten a kisgyerekeknek készültek, vagyis óvodásoknak és általános iskolás alsósoknak. Gyakran viszont felnőttek is fociznak ezeken, emiatt a műfű sokkal gyorsabban kopik, mintha rendeltetésszerűen használnák. A pályákat ezentúl egy közterületfelügyelő nyitja és zárja majd minden nap. A pályák nyitvatartási ideje szeptember 1 és május 31 között, hétköznapokon 14 és 19 óra között van, hétvégén 10 és 19 óra között, a nyári időszakban pedig egységesen hétfőtől vasárnapig 10 és 20 óra között látogathatók a pályák. Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben esetleg nyitvatartási időn kívüli használatot észlelnek, vagy nem megfelelően, azt látják, hogy nem megfelelően használják a pályákat, akkor azt kérjük, hogy jelezzék mind az önkormányzatnak, esetlegesen közterületfelügyeletnek, vagy akár a rendőrségnek is. A két szekszárdi pályát 2019-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség alakította ki a saját költségén, nagyjából 17 millió forintért. A karbantartás díja viszont az önkormányzatot terheli, ami évente több 100 000 forintnyi kiadást jelent.